A Pécsi Tudományegyetem idegennyelvi központja idén ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját, valamint az ECL nyelvvizsgarendszer 20. jubileumát. Az idegennyelvi titkánság 30 évvel ezelőtt, 1989-ben alakult meg, az egyetem közvetlenül rektornak alárendelt önálló, karoktól független szervezeti egységként, amely azt a feladatot kapta és vállalta, hogy üzleti alapon szervezze, koordinálja és végezze az egyetem idegennyelvi szolgáltatásait. Annak idején kettel, dr. Hajdús Zsuzsa kolléganőmmel együtt kezdtük el a munkát, egy kis szobában, két számítógéppel, egy robotronírógéppel, meg egy fénymásolóval. Ez volt a kezdet, és ma egy 19 fős szervezeti egységként működik az intézet. Sok minden történt ez alatt a 30 év alatt, főleg a kezdetek voltak nehezek. 89-ben ugye felmenő rendszerben megszűnt az orosz nyelv kötelező oktatása, és elkezdődött az orosz szakos tanárok átképzése. Hát ebben mi mindjárt a kezdetek kezdetén, még 89-ben bekapcsolódtunk, és végeztük ezt. Később ugye a nagy gazdasági átalakulások miatt egy csomó ember munkanélkülivé vált. Köztük diplomások, középfokú végzettségűek, számukra nyelvi képzéseket szerveztünk, és tettük mindezt nem csak Baranya megyében, hanem az egész Dél-Dunántúlon, sőt, még Vas megyében is indítottunk kurzusokat. Tolmácsokat képeztünk a későbbiek során, majd tevékenységünk egyre inkább és egyre nagyobb mértékben a nyelvtudásmérés irányába mozdult el. A nyelvvizsgáztatásra emlékszem vissza, amikor még egy-két vizsgázó volt az egyes nyelvekből. A 2000-es akkreditáció óta fokozatosan nő a vizsgázói létszámunk, és most már ott tartunk, hogy a 15 év alatt, amióta az akkreditált nyelvvizsgáztatás zajlik, kb. 300 ezeren tettek ECL nyelvvizsgát. Egy nagyon méltó, megfelelő környezetben folytathatjuk az oktatást és a vizsgáztatást. Márciusban költöztünk ide a Szántó Kovács János utcai épületből. Ebben az épületben két szervezeti egység működik, a Nemzetközi Oktatási Központ és a szervesen hozzákötődő ECL Nemzetközi Nyelvvizsga Központ, illetve az Idegen Nyelvi Központ, ahol a nyelvoktatás zajlik. Gyönyörűen felújított épület, park, minden megvan ahhoz, hogy sikeres vizsgát tudjanak tenni a nyelvvizsgázók és a nyelvtanfolyamokon is. A nyelvtanulók jól érezzék magukat. A nyelvtanuláson túl nagyon fontos, hogy a megszerzett tudást mérni is lehessen. Ennek legalkalmasabb módja a nyelvvizsga. Már 20 évvel ezelőtt felállt a teljességében a nyelvvizsgarendszer a 15 nyelvvel. Tulajdonképpen a nyelvvizsga szerkezete is akkor felállt nagyon jól. Alakították ki az elődeink a nyelvvizsga szerkezetét, semmit nem kellett változtatni. Azt mondhatnám, hogy a minőségét, a megbízhatóságát próbáltuk minden eszközzel javítani a tesztjeinknek, és természetesen minél ismertebbé és elfogadottabbá tenni Magyarországon és külföldön is ezt a nyelvvizsgát. 15 vizsganyelvünk van, tehát annak idején egy olyan nyelvvizsgarendszerként definiálta magát az ECL, amely foglalkozik az ország nyelvével, magyar, mint idegen nyelv formájában, és különös hangsúlyt fektet a diákok vagy vizsgázók által megcélzott angol és német nyelvvel is. Ez a három, az angol, a német és a magyar, mint idegen nyelv Magyarországon is akkreditált. Ez egy különös szabályozást és vizsgálatot igényel, tehát nagyon speciális tesztfejlesztési eszközöket, de a többi vizsganyelvünkkel is, amelyek főképpen kelet-európaiak, ugyanakkor vannak köztük olasz, francia, héber is például, de a többség az szlovák, szerb, román, orosz, tehát inkább a környező országokban lévő nyelvek, így áll össze ez a 15 vizsganyelv, amiből, mint mondtam, akkor 12 nem akkreditált. Ezekben az esetekben inkább a felhasználás külföldön történik, és ezért nem akkreditáltak Magyarországon.